mégsem kötik kollektív szerződéshez a 400 óra túlmunkát, holnap 10 000-nél is több ember demonstrálhat emiatt. 354%-kal nőtt Süli János fizetés egyetlen év alatt, a kormányzatban átlag 116%-os volt az emelés. A pelenkákkal, de még az injekciós tűkkel is spórolni kell az adóssággal küszködő Ján Ferenc kórházban. És nem hozta a várt megtakarítást a közvilágítás korszerűsítése, amelyet az Elios végzett több városban. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Mégsem köti kollektív szerződéshez a 400 óra túlmunka bevezetését a már végleges törvényjavaslat. Kedden a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság még kollektív szerződéshez kötötte volna a túlmunkát, ami nagyobb garanciát jelentetett volna a dolgozók számára az eredeti javaslathoz képest. A tegnap este megjelent végleges szöveg szerint azonban már elég a munkáltató és a dolgozó írásbeli megállapodása is, ha van kollektív szerződés, ha nincs. Ráadásul megmaradt az az eredeti passzus is, amely szerint lehetőség van 3 éven belül elszámolni a túlmunkát, annak ellenére, hogy Gulyás Gergely korábban azt mondta, ezt nem tudják elfogadni. A javaslatról jövő héten szavaz az országgyűlés. A szakszervezetek holnapra demonstrációt hirdettek, amelyre vidékről is sokakat várnak. Akár 10-20 000-en is lehetnek a holnapi tüntetésen, legalábbis ebben bízik Földiák András, aki a startban azt mondta, nagy a felháborodás az országban. A szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke szerint a törvény lényegében visszaállítja a 6 napos munkahetet. Ráadásul úgy, hogy szombaton is 8 órát kell dolgozni, ha a munkaadó ezt előírja. Ilyet még a szocializmusban sem volt, mondja Földiák. Mint mondta, nem mindenhol, de sok cégnél biztosan áterőszokolják majd a munkavállalókon, hogy dolgozzanak többet. Például azzal, hogy majd valamilyen kompenzációt ígérnek nekik. Tudjuk, hogy Magyarországon hát általában kevés az ellenállás. A félő, hogy bele fognak menni, azt is nagyon sokszor szokták ezzel kapcsolatban mondani, de a dolgozónak is jó, mert ő szeretne több túlórát, hogy több pénzt keressen, de ez egy rendkívül önkizsákmányoló és önpusztító stratégia. Bele fognak rokkanni az emberek, ha ennyivel kedvezőtlenebbek lesznek a munkaviszonyok, még többen fognak elmenni, és jobb feltételek között, nem csak pénzért. Várhatóan a kormány dönthet a jövő évi minimálbér emelésről, ugyanis nem tudtak megállapodni a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán, tudta meg a Magyar Idők. A lap szerint emiatt a kabinet határozatban dönthet az emelésről. A szakszervezetek egységesen 13%-os minimálbér és 15%-os garantált bérminimum emelést akartak. A munkáltatók azonban egységesen 5-5%-kal emelték volna a béreket. Szerintük ugyanis nem lehet nagyobb mértékben emelni, mint amit a gazdaság teljesítménye megenged. A lap azt írja, szakértők szerint indokolt a kétszámjegyű emelés. 354%-kal nőtt Bártfai Máger Andrea és Süli János fizetése egyetlen év alatt, számol be róla az m4.hu. A két tárca nélküli miniszter így havonta bruttó több mint 5 millió forintos fizetést kap. Ráadásul Süli János emellett országgyűlési képviselő is, így az 5,8 milliós fizetése még nettóban is eléri a 4 millió forintot. A portál a K-Monitor adatai alapján azt írta, hogy az állami vezetők átlagosan 116%-os emelést kaptak egyetlen év alatt. A két tárca nélküli miniszter így 22-szer, a miniszterek 19-szer, míg az államtitkárok 6-szor kerestek többet, mint az országos átlag. Nincs garantálva az ápolók, egészségügyi közalkalmazottak és az egészségügyben dolgozók 72%-os béremelése. Ezt Orbán Viktor mondta a reggel az állami rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ha vállalták, akkor persze teljesíteni kell, de nincs garantálva abban az értelemben, hogy nem tudják a következő években, hogyan teljesít majd a gazdaság. Csak előzetes számításaik vannak. Káster Miklós nemrég jelentette be, hogy 4 év alatt kapják meg az emelést az egészségügyi dolgozók. Elemzők szerint bár most kimagasló harmadik negyedéves gazdasági adatok jelentek meg, a következő időszakban már lassulhat a gazdaság növekedése. A GKI azzal számol, hogy jövőre 3,8%-kal nő majd a GDP az idei 5% környéki szint után. A lepedőkkel, az injekciós tűkkel, pelenkákkal és az egyéb fogyóeszközökkel is spórolniuk kell a dolgozóknak a Ján Ferenc délpesti kórházban, tudta meg a Magyar Hang. A portál szerint erre azért van szükség, mert a kórház adóssága nagyjából 1 milliárd forint.
A cikk szerint a kórház körülbelül 10%-a próbálja lefaragni az eszközbeszerzési kiadásokat. A portál arról számolt be, hogy a kórház osztályai már egymás között cserélgetnek, hogy így kezeljék az éppen kialakult eszközhiányt. Az intézmény vezetése így akarja elkerülni, hogy pénzügyi felügyelőt jelöljenek ki a fejük fölé. Felmentették a Sote egyik koraszülött centrumának osztályvezető főorvosát, tudta meg a 24.hu. A portál úgy tudja, hogy Kocsis Istvánnal együtt egy kollégája is távozik a Semmelweis Egyetem 2. számú szülészeti és nőgyógyászati klinikájáról. Az osztályvezető 5 éve irányította a 24 ágyas osztályt, amely dupla akkora, mint a Honvéd Kórház ugyanilyen osztálya, melyet végül bezártak, mert nem voltak meg a szükséges feltételek. A Sote az esettel kapcsolatban azt közölte, az ellátás stabil és folyamatos az orvosi és szakápolói jelenlét is. Egyre több a kórházi fertőzés Magyarországon. A Társaság a Szabadság jogokért felhívja a figyelmet arra, hogy tavaly 5000-en fertőződtek antibiotikumoknak is ellenálló baktériumoktól. Ez azt jelenti, hogy nagyjából annyian betegedtek meg a kórházakban, mint Nagymaros vagy Mezőhegyes teljes lakossága. Érintés nélkül jön a fertőtlenítő gélebből az adagolóból, hogy a lehető legbiztosabban elkerülhető legyen a fertőzés. Hasonlókat találhatunk magyar kórházakban is. Magyarországon mégis messze az uniós átlag alatt fogy a kórházi készfertőtlenítő, derül ki az EMIT tavalyi kórházi fertőzésekről készített jelentéséből. Nagyon eltér attól, hogy hány ember volt, aki megfertőződött. Pontosabban inkább a TASZ értelmezéséből, akik megpróbálták érthetővé tenni a jelentést, mivel szerintük a kórházi fertőzések közérdekű adatok, jogszabály is előírja, hogy közzé kell tenni. Amíg ezeket az adatokat Európában például egy ilyen infografikán ábrázolják, Amerikában pedig térképen mutatják, hogy hol milyen gyakoriak a fertőzések, addig a magyar jelentés egy hosszú, latin szavakkal tűzdelt szakszöveg, ami ráadásul a szokott időpontnál később, és nem is a szokott weboldalra került ki. Közé is tették meg, nem is, de mindenesetre senkinek nem szóltak róla. Miközben ez az egyetlen forrás, amiből tájékozódhatunk arról, hogy a kórházi fertőzéseknek a száma hogyan alakult az országban, aközben a minisztérium gyakorlatilag inkább az adatok eltitkolásán fáradozik, ahelyett, hogy nyilvánosságra hozná őket. A TASZ még azt is kifogásolta, hogy a jelentés nincs lebontva kórházak szerint. Itt láthatók a multirezisztens kórokozók, ahol látszik, hogy hányan fertőződtek meg, ez a sárga oszlop, de hiányzik az az adat, hogy hányan haltak meg. Kunec Zsombor egészségügyi szakértő szerint az EMMI szándékosan ömlesztett formában töltötte fel a jelentést. Szerintem félnek, illetve még az a hős kommunista szemlélet uralkodhat a fejekben, hogy a problémák akkor nem léteznek, hogyha a szőnyeg alá söpörjük őket, hogyha ha pedig előtűnnek és gyorsan berakjuk a szőnyeg alá, akkor nem látszódnak, tehát nincsenek. A jelentésben minden esetre kiderül, hogy a kórházi multirezisztens, vagyis a legtöbb antibiotikumra nem reagáló fertőzések száma az évek során folyamatosan nőtt. Gyakorlatilag a készfertőtlenítés, a készfertőtlenítésre jutó idő, a kórházi fertőzések elkerüléséhez szükséges, elkülönítésre alkalmas kórtermeknek a száma olyan alacsony Magyarországon, hogy nem is meglepő, hogy ilyen helyzet alakult ki. Az ügyben kerestük az EMMI-t is. A minisztérium azt válaszolta, hogy a magyar tájékoztatási rendszer Európában az egyik legátláthatóbb és legátfogóbb. Hozzátették továbbá, hogy jelentősen csökkent a kórházi járványok száma 2015 óta, és jelenleg is több betegbiztonságot szolgáló program zajlik. A kórházi fertőzések pedig világszerte nőnek. Fejveszve fog menekülni minden tehetség innen, ezt mondta a Híradónknak a világhírű agykutató Frany Tamás, miután kiderült, a béreken felül gyakorlatilag még a villanyszámlára sem kap pénzt a Magyar Tudományos Akadémia januártól. A minisztérium az első negyedéves pénz felét visszatartja. Az MTA közgyűlésére, ahol ez volt a téma, Palkovics László miniszter el sem ment, mert szerinte méltatlanok voltak a felvetések. Lovász László az akadémia elnöke viszont a minisztérium eljárását nevezte méltatlannak. Nem is értem, hogy... 7 éve volt utoljára rendkívüli közgyűlés az akadémián. A helyzet súlyát mutatja, hogy most viszont összehívták a tudósokat, és hívták volna Palkovics László minisztert is. Az őszéke azonban üres maradt, el sem ment az akadémikusok ülésére. Inkább sajtótájékoztatót tartott, ahol azt mondta, hogy a pénzelvonás felvetése méltatlan. Méltatlanak ezek az anyagok, ezért döntöttem úgy, hogy ebbe a vitában ma ott nem fogok részt venni, mert nem tudtunk volna ehhez lényegesen sok mindent hozzátenni. Minden ellenkező híreszteléssel szemben, amit a sajtóban megjelent, illetve különböző emberek mondtak, a kormány nem elvenni, hanem adni akar. Én azt hiszem, hogy egy ilyen lépés
méltatlan. Az akadémia elnöke szerint a minisztérium eljárása méltatlan. Nagyon sajnálom, hogy a miniszter úr úgy döntött, hogy nem jön el, és hát az akadémia közgyűlését nem méltatja arra, hogy az elképzeléseit közvetlenül megossza. Az akadémia ülésén viszont részt vett például a világhírű agykutató Frany Tamás, aki híradón kérdésére nonsensnek nevezte a helyzetet. Az alapellátást pályáztatni az azt jelenteni, hogy egy kutató, mondjuk most februárban, ha kellene beadni egy ilyen pályázatot, nem fogja tudni, hogy lesz-e állása, lesz-e fűtés az intézetébe mondjuk egy-két hónap múlva. Tehát ilyen bizonytalanságot fenntartani, ez olyan szintű nonsensz, hogy innen fejvesztő menekülni fog minden tehetség. A háború az akadémia és a minisztérium között a törvénymódosítás óta tart, amelyben elfogadták, az akadémia helyett a minisztérium dönt majd a kutatóintézetek 28 milliárd forintos támogatásáról. Már akkor felháborodtak a tudósok. Államosították a független akadémiát, hiszen egy minisztériumhoz került. Egyszerűen nem tudok más mondani, sértő, megalázó. A visegrádi országok akadémiai elnökei pedig nyilatkozatban álltak ki az MTA és a tudományos kutatás szabadsága mellett. Nem nyertek a városok azzal, hogy a korábban Tibor István érdekeltségébe tartozó Elios korszerűsítette a közvilágítást, tudta meg a Népszava. A lap szerint miközben sok helyen arra panaszkodnak, hogy nem adnak elég fényt a lámpák, közben más településeken az áramszámla okoz gondokat. Siófok ugyan 35%-kal csökkentett villanyszámlát fizet, de csak azért, írja a lap, mert ez idő alatt 38%-kal csökkent az áram ára. Hódmezővásárhelyen 25%-os megtakarítást ígértek, de a 20%-ot is alig érje az eredmény. Ráadásul a karbantartási költségek sem csökkentek a megfelelő mértékben. Az Unió csalás elleni hivatala 35 pályázatnál talált szabálytalanságokat, és akár 13 milliárd forint visszafizetését is előírhatják. Egy milliárdos hűtlenkezelés miatt tesz feljelentést Hatházi Ákos. A független országgyűlési képviselő a szekszárdi egykori húsüzem adásvétele miatt fordul rendőrséghez. A céget többszöri próbálkozás után 2017-ben sikerült értékesíteni 400 millió forintért, így a Magyar Fejlesztési Bank másfél milliárdos jelzálog hitele szinte teljesen elveszett. Ráadásul az is kiderült, hogy a felvásárló cég tagja volt több helyi fideszes politikus is, akik az újbóli értékesítésen 100 milliókat kereshettek. A területért nemrég az állami tulajdonba került Paksi Ipari Park 1,8 milliárd forintot fizetett. Ezen az ingatlanon sikerült Kapitány Zsolt megyei közgyűlési alelnöknek és Póla Zoltán, a elvileg független választási bizottság elnökének és köreinek több mint másfél milliárd forintot keresni. Ez halandó ember számára is nagyon nehezen felfogható összeg. Nyilván egy komolyabb lottó nyereményt keresett meg ez a néhány jó madár. Minden szempontból én akarom vezetni Budapestet, ezt Tarlós István mondta a HVG-nek. A főpolgármester szerint nem lehet véletlen, hogy Orbán Viktor és a Fidesz is ragaszkodott az indulásához. Tarlós István szerint egyébként nem csak a fideszes, de valamennyi szóba jövető ellenzéki erőltnél is népszerűbb. Szerinte a fővárosnak jobb a kapcsolata a kormánnyal, amióta nem Lázár János vezeti a miniszterelnökséget, bár konfliktusokat nem személyes, hanem Budapest vidék szembenállásnak tartja a főpolgármester. Tarlós István szerint nem nagy veszteség Budapest számára a CEU távozása, már csak azért sem, mert Budapest költségvetésébe egyetlen fillért sem fizetett be az intézmény. Szerinte egyébként sincs semmivel alátámasztva, hogy a CEU lenne Magyarország legjobb egyeteme. Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője, ezt a képviselő Facebook oldalán jelentették be. Az 1967-ben született politikus 2006 óta volt tagja az országgyűlésnek. Háromszor választották meg egyéni képviselőnek Tolna megyében, idén pedig a párt országos listáján jutott be az országgyűlésbe. Hirt Ferenc 51 éves volt. Az ENSZ ugyanazt a hibát fogja elkövetni globális migrációs csomagjával, mint az Európai Unió a kötelező betelepítési kvótákkal, mondta Szijjártó Péter az EBSZ külügyminiszteri tanácsának milánói ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter felszólalásában jelezte, az ENSZ migrációs csomagja sokkal nagyobb gondot okoz majd, mint az EU kvótái, mert az felbolygatja az egész világot.
Szijjártó Péter több négy szemközti találkozón is részt vett Milánóban, többek között találkozott az ukrán külügyminiszterrel. Mint fogalmazott, van némi előrelépés a két ország ügyében. Az ukrán parlament napirendjére tűzte az új oktatási törvény átmeneti időszakának meghosszabbításáról szóló szavazást. Ez sajnos nem garancia arra, hogy a szavazás valóban létrejön-e, mert ugye kétszer már megpróbálták és nem sikerült, de kétségtelenül értékeljük az ukrán kormánynak a szándékát. A francia kormány eltörli a tervezett üzemanyagadó emelést, helyette életszínvonal megőrző intézkedéseket vezet be, ezt jelentette be a francia miniszterelnök. Sokak szerint azonban túl későn. A sárga mellényes tüntetők immár három hete demonstrálnak országszerte, a kabinet már a hadsereg bevetését fontolgatja, közben pedig a szocialisták bizalmatlansági indítványt készülnek benyújtani a kormány ellen. Autót borítottak lángba a tiltakozó diákok Párizs egyik külvárosi negyedében. A demonstráció a sárga mellényesek melletti kiállást és a kormány oktatási reformja elleni tüntetést is jelenti. Csütörtökön több más nagyvárosban is szerveztek tiltakozó megmozdulásokat. Nantban diákok egy gimnázium bejáratát torlaszolták el, majd gyújtogatni kezdtek és kövekkel dobálták meg a kivezényelt rendőröket, akik könnygázgránátokkal oszlatták fel a tüntető fiatalokat. Állandóan adókkal terhelnek minket, legyen szó áfáról, gázról vagy villanyról. Az embereknek elegük van. A drágulással úgysem tudunk megbirkózni, ha dolgozunk, mondja ez a férfi. Az egyre durvuló megmozdulások hatására a miniszterelnök a parlamentben bejelentette, lemondanak a tervezett üzemanyagadó emelésről. Az államnak stabilnak és erősnek kell maradnia, ehhez pedig garantálnunk kell a közrendet. Adóemeléssel nem érdemes veszélybe sodorni a nemzetegységét, mondta a kormányfő. Az utcán azonban kicsit sem javult a helyzet, ezért a kormány már arra számít, a szombatra tervezett újabb demonstrációkon akár minden korábbinál súlyosabb incidensek is történhetnek. Százak sebesültek már meg a sárga mellényes tüntetések során, többek állapota életveszélyes. Tudomásunk szerint négy halálos áldozata van eddig a demonstrációknak, mondta a költségvetési miniszter. Sajtóhírek szerint szombaton a tüntetők az elnöki palota megrohamozására készülnek. Ha a parlament nem szavazza meg a Brexit megállapodást, akkor vagy megállapodás nélkül lépnek ki a britek az Unióból, vagy egyáltalán nem lesz Brexit, ezt mondta Theresa May a BBC rádiónak. A londoni alsóház jövő kedden szavaz a tervezetről, jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a miniszterelnöknek nem sikerül meggyőznie a hunatyákat. Már csak 5 napja van Theresa May-nek arra, hogy meggyőzze a képviselőket. Nincs jobb megoldás, mint elfogadni a jelenlegi Brexit megállapodás tervezetet. A miniszterelnök nem áll túl jól, hiszen a mostani állás szerint akár olyan vereségbe is belefuthat a javaslat, amely a kormány bukásához vezethet. A pénzügyminiszter arra figyelmeztette a honatyákat, a márciusi határidő előtt nincs idő egy újabb megállapodás kialakulására, ezért óriási a tétje a szavazásnak. 2,5 éve figyelem a folyamatot, és egy dologban biztos vagyok. Ez a megállapodás a legjobb reális útja az unió elhagyásának. Egy új tervezet kialakulása csak téveszme. Őszintének kell lennünk magunkkal. Ennek a megállapodásnak két alternatívája van. Vagy nem lesz megállapodás, vagy nem lesz Brexit, mondta a miniszter. Hasonlóan fogalmazott Theresa May is a BBC rádió műsorában. A kormányfőt állítólag saját miniszterei közül is többen próbálják rávenni arra, hogy halassza el a szavazást, de May hallani sem akar róla. Az unió Brexit ügyi főtárgyalója szerint a britek jövőjét alapvetően határozza meg a keddi szavazás. Ez a szerződés az alapja mindennek. A megállapodás elfogadása nélkül nem lehet beszélni átmenetről, mert nem lesz meg a bizalom a britek felé, ami szükséges lenne a jövőben, mondta a diplomata. Közben a Telegráf arról ír, Brüsszel felajánlhatja Londonnak a Brexit elhalasztását, ehhez azonban az összes tagállam vezetőjének beleegyezése szükséges.
Sok olyan magyar család van, akiknél már egy bőségesen terített asztal is ünnepnek számít. Az Ökumenikus Segélyszervezet 500 tartós élelmiszercsomagot rakott össze, melyeket több gyermekes családok, gyermekeiket egyedülnevelő szülők és léti minimum alatt élők kapnak majd meg. Az adománycsomagok összeállításában és az első csomagok kiszállításában olimpiai bajnok sportolók is segítettek. Anya szokott főzni vagy halászleves, vagy májkos gúvát, azt összeülünk, azt megesszük. Káposztaleves, vagy... És... Beigli, májkos díjos beigli. És akkor megnézzük a reszkesetek betörőket, vagy olyan karácsonyi filmet. És az ajándékbontás az mikor van? Hát a vacsora. 25-én. 25-én? Igen. Reggel? Igen. Addigra hozza Jézuska az ajándékot? Uh-huh. A gyerekek azt is elárulták nekem, mit kértek a Jézuskától, és úgy tűnik, a Jézuska egy kis segítséggel teljesíti is a kívánságokat. Az Ökumenikus Segélyszervezettől ugyanis ők is kaptak adománycsomagot, így egy kicsit beljebb van a család. Hogyha nem lenne ez a segítség, akkor hogy lenne a karácsony? Akkor úgy lenne a karácsony, hogy zsíroskedjen. Így meg most tudunk egy kis kocsonyát csinálni, nem sokat, egy kicsit, mert akkor nem kell ilyen édességekre plusz kiadni pénzt, és a gyerekeknek ez jó. És a szülőknek is, ők ugyanis egy keresetből élnek öten. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 23. alkalommal támogatja a rászoruló családokat. Kis Gergely pár éve csatlakozott hozzájuk. Nem olyan nagy dolgok ezek, hanem inkább üzenet mindenkinek, aki még eddig nem segített. Nem kell hangosan segíteni. A mi dolgunk úgymond közszereplőként, sportolóként, hogy jutassuk az üzenetet minél több helyre. Cukor, lencse, rizs és az ünnepek miatt egy kis édesség, keksz és mogyorókrém is kerül a dobozokba. Nagyon sok család van a látókörünkben, különböző intézményeinken keresztül, például az ország 26 pontján van ugye intézményünk, tehát nagyon sok családdal vagyunk folyamatos kapcsolatban, ezért is tudjuk pontosan, hogy ezek a csomagok, ezek valóban jó helyre fognak kerülni olyanoknak, akiknek ez nagyon nagy segítséget jelent. Egy csomag 10 000 forintnyi tartós élelmiszer tartalmaz, amely 40 hívást jelent a 1353-as adományvonalra. Egy gördeszka miatt siklott ki egy villamos a Szél-Kálmán téren tegnap este, számolt be róla az Index. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy baleset történt-e, vagy szándékos károkozásról van szó. Annyi biztos, hogy egy gördeszka begurult az éppen induló 59-es villamos kerekei alá, amitől a jármű megemelkedett és kilépett a sínből. A beszámolók egyébként azt valószínűsítik, hogy baleset történt. Emiatt kisebb fennakadások voltak a közlekedésben tegnap este. Most pedig nézzük, az időjárás hogyan befolyásolja a közlekedés, vagy akár a közérzetünket. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Más az időjárás ma északkeleten és más délnyugaton. A délnyugati országban élők 10-12 fokot is tapasztalhatnak, és főleg ott süt az országban a nap. Északon, északkeleten azonban sokkal hidegebb, hűvösebb az időjárás, és az ország nagy részén sok a felhő. Az északi megyékben pedig kisebb csapadék is lehet, még akár a folytatásban is. Eső, havas eső, északkeleten havazás is előfordulhat, az esti órákban pedig esetleg néhány helyen ónos esővel is számolnunk kell. A folytatásban is változékony lesz időjárásunk. Szombaton, illetve hétfőn is érkezik egy-egy hidegfront. Szombaton több helyen, vasárnap valamivel kevesebb helyen várható esőzápor az ország területén. A hétfői nap is csapadékosnak ígérkezik, csak hogy a hidegfronttal együtt már hidegebb levegő is érkezik, így aztán kedden hózáporokra, havazásra, havas esőre is készülnünk kell, és legalább 4-5 fokot csökkent majd a felmelegedés. Szép, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Eddig tartott déli híradónk, most pedig kezdődik a fórum. Somos Andrással beszélgethetünk a következő órában. Különböző érdekes témákról, az is mik lesznek azok, szervusz! Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket! Azt a híradóban azért követhették, hogy ez az MTA és Innovációs Minisztériumi vita, ez körülbelül miről szól. Ugye a dologi kiadások egy részének visszatartásáról, ami a kutatóhálózatokat érinti, ez nagyjából 14 millió forint. Egyrészt erről, másrészt pedig, ezt jól sejtem, azért az egy kicsit kevés lesz, nem? Ez a 14 millió, hogyha nem sejtem, 14 milliárd, tehát azért ne tévedjünk. Jó, de most már akkor mindenki megjegyzi, hogy én elrontottam, nem? Ez azért jó. Másrészt van ez a média portfólió, ugye? Amelyet nem lehet ellenőrizni a gazdasági versenyhivatal által.
az nem teremt igazi média koncentrációt a piacon, hogy az összes napilap Mészáros Lőrincnél van, meg az Echo TV is. Szerintem ahhoz képest, hogy az RTL akarta megvenni mondjuk a Népszabadság egy adott ponton a Népszabadság tulajdon részét, úgyhogy innen érthető igazából, hogy miről szól a vita. És akkor van még egy témánk, ez pedig ugye a rabszolgatörvény, amelyben van egy olyan passzus, képzeljék el, hogy tulajdonképpen, ha a munkavállaló hozzájárul, hogy 4 napon belül berendelhessék az eredetileg kiadott munkarendtől eltérően, akkor ez azt jelenti, hogy nem rendkívüli bérpótlékot kell majd fizetni a túlóra miatt, hanem ez gyakorlatilag a rendes foglalkoztatásért járó munkabér része. Úgyhogy gyakorlatilag erről van szó. No, hát örülök neki, hogy megtudtuk, hogy miről van szó, Andrés, és a nézők nyilván ezt hozzá is szólnak majd, tehát nézzék és beszélgessenek a fórumon belül Somos Andrással. Én most elköszönök, de jövünk 17:30-kor majd friss hírekkel. Tartsanak akkor is velem, és Holló Mártával, addig is szép napot mindenkinek, viszlát!